Szegeden az egyes körzetben bejött a jóslás, akár 4 éve most is biztosan győzött Szabó Sándor. A siker okát elsősorban elmúlt 4 éves képviselői munkájában látja. Nekünk volt egy elképzelésünk, volt egy irányunk, ez pedig nem volt más, mint hogy Szegedet egy modern, kultúrált európai nagyvárossá tegyük, mint hogy egyébként ez az elmúlt években is volt. Mi emellett tettük meg a voksunkat, és mindvégig a szegediek szolgálatára szegődtünk. A kettes körzetben, amelyhez a Homokhátság 12 települése, többek között Mórahalom, Domaszék, Ásotthalom és Zákányszék is tartozik, Jobb Márton alul maradt, a képviselőséget itt ismét a fideszes Bénagy László nyerte. Ő az ellenzék kudarcának okát a program hiányában látta. Én úgy gondolom, hogy elfogadták tőlem a stílusomat, elfogadták tőlem, amit csináltam, és elfogadják tőlem azt, hogy képviseljem a szegedieknek legnagyobb részét, remélem a döntő többségét abban, hogy ez a biztonságos Magyarország, biztonságos Szeged és a jövő építése az az elsődleges. A szegedi szavazókörök eredményei azt mutatják, hogy ezeket a körzeteket Jobb Márton megnyerte, Bénagy a falvakban volt erős. A Jobbik jelöltjei 11%-os eredményt értek el. Budapesten kívül az ellenzék csak Szegeden és Dunajvárosban tudott egyéni körzetet nyerni. Ott a Jobbik, itt az MSZP Párbeszéd jelöltje. Nagyobbat győztük Szegeden, a jelöltjeink mi 4 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy Szeged továbbra is a szabadság szigete akar maradni, és értékeli azt a békés városépítő munkát, amit folytatunk. Köszönjük szépen a bizalmat. Az MSZP és a Fidesz szegedi vezetői már a jövő évi önkormányzati választásokra is előre tekintettek. S talán nem nagyon meglepő, a mostani eredményekből mindketten szép reményeket olvastak ki a maguk számára. Számára.